van. Vegyem inkább, mert nem, majd te külön veszed. No, sziasztok, Levik. Szék! Unboxing következik, meg lehet a szék. Akkora doboza van, hogy mindjárt meghalunk, úristen. Belefér a kezem. Igen, de azt nem veszük fel. Na, lesz most egy operatőröm, nagyon... Mi van? Nem. Ez külön Márkónak ajánljuk, most mindenki itt lesz, aki számít. Ő nem. Ha. Szóval meglett a szék, és most szék unboxing lesz, kicsomagolás, mert nekem a régi székem az ilyen volt, ami már 79 féle módon már, hogy néz az ki, úristen. Tehát most ki fogjuk bontani a fantasztikus széket. Kezed szed már ki, mert levágom véletlen. De azt nézem, hogy nem érem végig. Pugajon. Benne van a kezem. Félek. Na. Mi? Úgyhogy mindjárt bontunk. Mi az? Én kezdek megijedni. Ne nézzél élőbe. Mi van? Mit nézel? Csubog. Ákos. Csubog. Köszönjük. Ez nagyon jó ledűtés volt. Köszönjük. Na ezt fogjuk kibontani. Ki van bontva? Ákos láb for the best. Na, bontódj. Aha. Le. Bontódj ki. Na. Várj, így. Csettintés. Ki van mondva? Fordítsuk már meg, hogy odatok doboz példát. Na. Pont nem erre, mert a másikon van a izé, nem baj. Majd jó lesz egyszer. Szóval, Schnertinge. Black Blue. 125 centi, majdnem akkora, mint én. Ugye már korrekt? 16 kiló majdnem. És így néz ki. Indul a bontás. Na hál' Isten, most 120 fokon van, úgyhogy tessék. Köszönjük. Amúgy milyen jó, tök jó, belelátszik itt az egész. De véletlen úgy bontott ki nekem, hogy megszakad. Ez hogy mondja? Mint a tie-by szelet. Elvágod az ütővered. Rosszul leszek. Hova tetted te a slitzet? Úgy állottad. Kész. Bontás technika. Ala Ákos. Á, makrózunk. Közben ott vannak a számok. Pont nem fog hallatszani ebben, mert ennek gagyi kamerája van, de mindegy. Lesz, köszönjük. Magic. Na, szerintem az izébe már bele is vágtunk. Jó kis magyaros, ne vágtunk. Büfögni kell. Ettem májot. Köszönjük. Na várjál. Van fólia. Láb. Ja nem ez. Kartámasz. Milyen fejed? Még egy. Ez bolond. Köszönjük. Ez enyém. Ennyi. Nyé. Nem jön ki. Nyé. 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 Külő alkalmatosság. Milyen szép. Oly nagyon szép, na hagyjad. Támasztó alkalmatosság! Az nem lesz akkora, mint az. De mindegy. Köszönöm. Ez lesz a hátamon. A rákom. Jó, van még. Iberhatalmas nagy fosnyomorék. Kész a széket. Köszönöm. Ez a legjobb, ez vagy 100 kiló. Na ezt töcsém összerakni. Itt is van. Várjál, nem látták, hogy kiveszem a dobozból. Most se. Ó, van pótszék, vagy pótszék, vagy kerék, vagy mi ez? Nem. Ne fogom meg a króm részét, mert az nem króm rész. Azért mondom. Tüdi, tüdi, tüdi. Ez van a videó elejére, mert... Ez mi? Kerék. Kerék. Hogy fog? Doboz az kell. Vegyél már fel, beleülök. Várjál, de úgy felveszem magamtól. Roli, hogy van a... Csomagolj már be. An, akkor in, ez... Inboxing. Inboxing. Fordítva.
Már nem mindegy. Itt van egy luk az elején. Ott egy, nem látni semmit. Roli, becsomagolva. Dik, mi ez? Ez fajja, nem bírom vissza. Hol vagytok? Sziasztok! Vágj a nyakam valami, el fogok vérezni. Várjál, Roli, Rising, hogy kell ezt? Fintom. He? Tötöm. Meleg van! A krum részére ne töljön rá. Várja. Köszönjük. A gyerek. Mi van? Húznám ki, hogy ki tudja a Mátyász, jön a gyerekkel együtt a doboz. Csupog. A miért keringét? Csupog. Jó, már leteheted szerintem. Nyilatkozz. Puha. Mi az a szem, Bantu néger? Szia, Puga. Puga? Nem ért, hogy miért van ott. Milyen szeme van, mint egy démon? Puga. És ha bezárjuk, szegény? Világ. Csak két szem látszik, nézd meg. Várjál, így. Várjál, oldalra fordítom, itt van egy más. Nézd már. Szegény Puga. Szia Puga. Nem érjük. Mi az a szem? A csím szivárvány szeme van. Na jó, van Puga. Gyere, Gucu! Gyere, Puga! Rising! Szia, Puga! Hogy jaj, de bár. Örül! Szia, Puga! Húi! Ne büge! Ne büge! Azt ide püszköl! Na hát kérem szépen, meg lett a szék végül, és ilyen lett. Hát annyira szép, hogy ez valami hihetetlen. Szóval nézzétek meg ezt a dizájnt, ezt a leszakadt elejét. Ezt a tiszta koszos minden rendszert, ezt a... Úristen, ez mibe szartam? Néha lehet. Ez a nagyon ferdén elhelyezett párna, ez a nyikorgó össze-vissza, itt be van vágva, hol van, itt van bevágva című történet. Amúgy tiszta, hogy rá lehet közelíteni, oly de makró. Úgyhogy nagyon szép az új székem, ott a másik, itt a harmadik, de amúgy nem. Mivel? Most ez mi? Ami retek van itt a körmömen, nézzétek. Körömretek. Kész lett a szék, végül is. Már elmentek a kollégák. Mindjárt bemutatom, hogy milyen, amúgy ott van a hátam mögött. Csak amúgy nem akart nem mászkálgatni, mert észrevettem, hogy vannak ilyen bizalmas képeket, és ezt nem akarom nem megmutatni, de remélhetőleg benne lesz a videó, mindegy. Majd maximum letakarom akkor, amikor videózok, de hát végül is tök mindegy, mert na mindegy. Úgyhogy az lett a lényeg, már amúgy este van mindjárt 12. Hoppá, mi ez? Ott van, tehát 12 lesz. Annyira imádom ezt a kamerát, olyan szép, nagy, minden belefér. Na, ott volt a doboza, mindjárt elmondom, hogy milyen volt az információ, hogy miért ezt a széket vettem, és amúgy tehát itt lenne ez a szék így maga. Gondolom már sok mindenkinél láttátok ezt, ez az ilyen nem AK Racing, hanem ez a JISK, tehát a JISK-ös kopia ennek az AK Racing széknek. Tulajdonképpen, hogyha ezt felkapcsolom, talán egy picikét jobban látszik. Ott alszik a Puga. Pugának van ilyen piros nyakörve. Aranyos. Úgyhogy igazán ez most ilyen. Úgyhogy megy igazán a kék mindenhez. Én nekem a PC-m az inkább piros, tehát én mindent pirosnak szeretek ott csinálni, amikor az éppen zöld. De hogy az egérpad, hogyha lenne billentyű, az is piros lenne. Ide tettem amúgy egy ilyet, ezt múltkor csináltam. Nagyon szépen jó ferde. Mindegy. Majd itt lehet, hogy veszek egy ilyen billentyűt, mert ez nem jó, nem kényelmes, itt nekem meg az egeret átpakolom ide lentre, úgyhogy igazából ez lenne a szék maga. Elég magas, tehát az körülbelül, ez a másik szék, ez nagyjából idáig ért ennek.
és azért fájt is a hátam, mert nem tudtam normálisan bele dűteni a hátam, meg ezt nézzétek, meg ilyen hajlított, tehát ez ilyen hátkímélő módszeresen van meg, csak nagyon kényelmes, meg nagy is. Amúgy nekem pont ekkora széles a vállam, ami idáig van, tehát beleülök, akkor idáig van a vállam, és pont így jön. Tehát nekem teljesen pontosan ez van kitalálva, hogy ez így teljesen jó. A fejem is pont addig érve, és hát azt nem néztem még meg, de majd mindjárt megnézzük. És igazán ez a kis tartókája, ez nagyon kényelmes, én azt hittem kényelmetlen lesz, hogy csak ilyen fú, mi ez, ahhoz képest. És annak sokkal rosszabb ez a lefele kerekedő valami, mint ez. Tehát kényelmesen el lehet rajta férni, a kezed rá megy. Igen, az nekem fura, mert ugye annak úgy lejött, és beletettem a kezem, és így lefele ment. És azt én nem szerettem, tehát nekem legyen egyenes. És ez szintén életemben a legelső olyan székem, amilyen normális szék. Azelőtt ez volt, vagy 3 évig. Ezt még kedves nagymamámtól kaptam, úgymond, ott van Totyika. Még, hát, vagy 3 éve, 2013, körülbelül, vagy 12-13 végén, és nagyon szerettem, meg ez ilyen bőr is volt, ezt is még 10 000 forintért vettem annó, csak hát igen, tehát már amikor így elkezdtem hízni, akkor így ez itt lejött, meg már ilyen lapos az egész, tehát ott már nagyon rossz, meg igazából fájt a hátam menne, ennek is van egy pici, meg így jön szét, tehát, hogy a jó rém, hogy jó szék, de jön szét, vagy nem is tudom, amit mondtam rá. Igen, úgyhogy igazából mechanikai lincsű bája, csak már picike, tehát fáj a hátam nagyon rajta, amikor ülni kell, meg ez itt ez nagyon nem jó, meg hát már jön szét az egész, tehát beleültem, és már így éreztem, hogy itt az alján, tudjátok, ezek a csavarok már is szúrják a seggemet, úgyhogy ez nem volt annyira jó, hiába vettünk bele párnákat, de hát az se megoldás erre, úgyhogy ez marad ilyen másodlagos széknek, úgyhogy most ez lesz az elsődleges szék, aminek nagyon örülök, úgyhogy igazán ez a lába, ez nagyon magassá teszi. Szóval, hát vagy így 6 centivel magasabb, mint az, és én meg ahhoz mértem mindent, tehát ahhoz képest van ez belőve, most erre ráülök, pont idáig van a lábam, úgyhogy ez nem annyira kényelmes, hát majd lehet, hogy át fogom tenni, mert nagyon magas így ez a, nézzétek meg, ilyen a lába, szóval ez a, nagyon felmegy, ezt nem értem, hogy ez miért van, ennek sokkal jobb, hogy ilyen, ezért lehet, hogy majd, hogyha meg lehet oldani, akkor arra átcserélem, bár nem tudom, ezt meg lehet-e, hát majd megnézzük a mechanikáját. Hát ha nem, akkor így van. Ez is nagyon szép, csak már tele van pugaszörrel. Igen, ettől félek én. Amúgy ilyen szövetanyaga van, tehát ilyen, nem tudom mennyire látszik, legalább 1080p-ben lehet, hogy látjátok. Ilyen szép, ez is ilyen fényes kék. Nagyon jó, tehát ilyen szivacsos, puha. Ez nem hiszem, hogy ki fog kopni, maximum így picit be fog süllyedni, de hát ez minket nem zavar. Ezt ugye szivacsos vissza lehet nyomni, tehát ez nem bőr. Hát igen, hogyha valami ráfolyik véletlenül, akkor nem tudom, mi lesz. De hát igyekszünk majd nem ráfolyni valamit. Arra, erre már ömlött rá 3 liter víz, de hát ugye ezt csak így kipergettük belőle. Hát nem tudom, hogy ez milyen lesz, úgyhogy majd meglátjuk. De nagyon örülök neki tényleg, mert jó kis szék. És igazából itt van ez a jüszkös snertinge, nem is tudom már mi a neve, ami 16 kiló majdnem szék maga. Mindjárt meg is keresem neten, hogy ez hogy néz ki. Közben addig, de letesszük így a kamerát nagyon szép módon, nem kapcsoljuk ki, mert ez a lényege. Jaj, úgyhogy picit magasan vagyok, az a gond ezzel legalábbis, meg olyan fura, tehát van a széken, nem is tudom, hogy látszok, hát nyilván ilyen látszok, csak maximum közel leszek, hogy ugye nekem a másik szék úgy volt beállítva, hogyha leültem, akkor a laptop pont így a szemem sarkáig ért, most meg így nagyon lent van, tehát most így le kell néznem, ugye. De amúgy kényelmes benne, tehát én most pont így, hogyha így ülök, akkor így a fejem, hát picit magasabb vagyok, mint ez a szék. 125 centi ez a valami rajtam, ez maga a háttámla része. Nyilván én nem 125 vagyok, hanem 110, mindegy, és amúgy nem, csak Márkó miatt mondtam ilyet. És mindjárt megnézem, hogy mi ez a szék végül is. Ez a snertinge isk, vagy nem is tudom mi ez a neve. Most le volt nagyon akciózva, már 3 éve szemeztem ezzel a székkel, mondom. És amúgy már csak 3 darab volt egész Miskolcon belőle. Meg a kiállított 57-47 centi az ülés magassága, szélesség. Amúgy a mély, tehát így nekem pont beleférek, tehát hogy ez a pont jó. A másik az nagyon széles volt, tehát abban így kellett ülni. És az nem volt jó, ebben meg így pont így kényelmesen beleférek, de nézzétek, tehát pont itt van a vállam, ahol ez, nem tudom mennyire látszik, de ez egy ilyen közepes termetű
emberkére van kitalálva. Nyilván én az átlag alatt vagyok, tehát azért mondom, hogy még aki nálam egy picit ilyen testesebb, még az is belefér. 16 kg habszivacs, nejlon, műanyag, poliészter, háló, acél. Zártechnika, igen, van benne ilyen, hogyha így lehajtom, és akkor lehet vele így hintázni, ez nagyon tetszik. Meg olyat pörög, tehát így megpördítem magam, nem tudom, most fog-e látszani, hogy beverem a lábam, de így egyszer megpördítem magam, és még mindig pörög, és már lábam háromszor bevertem, mondjuk két kört megtett, úgyhogy csak egy picit pörgettem meg magam. Ami fura, van egy zár az alján, ami ahhoz segít elő, csak picit akkor már lejjebb jövök, hogy olyan mechanika van benne, hogy ha nem ül rajta az ember, akkor két kerék nem forog. Ez nem tudom, mi értelme van, mert ha ide akarom tolni vagy húzni, például, hogy ráüljek, akkor addig meg csikarja a padlót, de mindegy. És hogyha valaki ráül, akkor feloldódnak az árak, és az a kerék is elkezd forogni. Azt hittem, ez egy hibás, hogy mondom, úristen, visszük vissza, hogy nem jó. De nagyon szép, tehát pont, hogy rá, nagyon kellemesen lehet rajta ülni. Tehát nekem pont jó ez a szék, picit magas, ezt még szokni kell. De amúgy attól függetlenül tényleg nincs benne hiba. Tehát ennek is örülök, hogy 20 év alatt elértem egy olyan széket, ami legalább normális és kényelmes. Mert nekem hihetetlen, de 20 év alatt egy székem volt, ami kartámlás. Tehát most ez a 2016 olyan év lesz, hogy 20 év alatt nekem mi nem sikerült elérni, és mit értem most el? Tehát igen, lett egy normális székem, meg egy normális telefonom. Meg még nem tudom, meg egy pénztárcám. Mutattam már az Everlast-es pénztárcámat? Biztos, de megmutatom még egyszer, ilyen nagyon menő. És közben rájöttem amúgy, hogy ez a harcval, amit én mondtam, ez ezüst, nem ezüst, mi az? Ezüst szén, nem ezüst szén, grafit szén. Tehát ami grafit szén keveréke szín, ez ilyen nagyon szürkés kék. Tehát harcval. Írjátok, hogy harcol, szolor, és akkor kiírja, hogy mi az a legelső, mindegy. Szóval ilyen grafit meg szénkeverék, úgyhogy ez a kedvenc színem most. De nagyon örülök, nem tudom, ilyen videókban mennyire fog ez belezavarni, hogy itt van egy fejtámla, de nagyon kényelmes így, hogy nem az van, hogy itt görnyedni kell, hogy nem tudok ezért fejtámlázni, hanem így kényelmesen rá lehet dűlni. És hogyha lenne egy 3000 milli, mi ez, colos, 3000 colos tévém, akkor így tudnám így nézni felfele. De mivel van egy 19 colos monitorom, akkor így kell, mindegy. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis teszt. Még gyorsan felemelem így a... Tehát így néz ki a szék. Nem tudom, így ezt megmutassam-e, hogy úgy nagyjából így, csak nem akarok nagyon arra, mert ott vannak a fotók. De igen. Úgyhogy tényleg, ez is kényelmes. Itt a vállam is itt van pont ennél a izénél, a fejem. Majdnem ugyanolyan, tehát nagyon tényleg párnázott ez a vége, és úgyhogy hát hogyha esetleg még találtok ilyet, akkor ajánlom nagyon. Mondom, egész Miskolcon 3 darab volt, mert ez 3 éve kifutott termék, csak nem tudom, én is úgy voltam, hogy minek szék, aztán most már tényleg az annyira borzasztó, hogy már muszáj volt, ugye amúgy meg már abba kéne hagynom a videót, mert nem lesz 15 perc, nem baj, ezt majd feltesszük április 2 után, úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a szék bemutató és kicsomagoló videó. Vállami mindig fáj, mert felborított a köcsém. Itt beleülök a dobozba, felborított, beleestem az ének a szögébe. Kiállt egy szög a, mit tudom én, mi kerék alján, mondom, jaj, de jó mindegy. Úgyhogy igen. Na, úgyhogy tényleg köszönöm, hogy megnéztétek. Itt a jó székbe fogok ezentúl jelentkezni. És utána veszek egy PS Plus, meg egy Division, meg egy kamerát. És ma nyára 24 órás stream lesz PS4-em kamerával ebbe a székbe. Úgyhogy, sziasztok! Mivel kell kikapcsolni, úristen? Hát,